Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Hamarosan megkezdődik az év meccse, vagy az évtized meccse a DAT számára, de hát ugyanúgy a Slovan számára is, hiszen tudjuk mi a szituáció. 2 pont kell a DAC-nak, itt elerett az eső közben, de Kornél megígérte, Saláta Kornél, a Garamkövesdi középhátvéd válogatott játékos a Frankó TV mikrofonjánál. Kornél, egyelőre sérült vagy, de a cserepadon vagy. Az őszi meccs elég fordulatos volt, mert 0-1-ről 2-1-re fordított a DAC. Ezzel 10 000 ember most kiegyezne, gondolom te nem. Hát ja, akkor pont itt voltam a meccsen, sérült voltam, és néztem. Hát jó kezdtünk, és de a Dunaszerdahely második fél időben megfordították a meccset, de remélem most máshogyan lesz, és nyerünk. Az egészségi állapotodat tekintve már készen vagy a meccse, mert azt előbb itt a kamerán kívül azt mondtad, hogy nem hiszed, hogy a középhátvédet lecserélik, de azért talán beszállsz 2-3 percre, vagy mire számítasz, ez a meccs mikor fog eldőlni, a hajrában, vagy pedig már az első fél időben esetleg? Hát már úgy egy hónapja már keményen edzek a csapattal, és már B csapattal is játszottam 3-4 meccset. Hát ha úgy fog alakulni a eredmény, hogy 1-0-ra vezetünk, vagy úgy fog kelleni segíteni hátra, akkor edző biztosan bevet, mert már párszor úgy volt, hogy 10 percre bementem hátra. Igen, én azt kívánom neked is, és a DAC-nak is, hogy a Slovan és a DAC is játszott Euroligát. Ezzel kiegyezné, gondolom. Hát persze, hogy én is ugyanígy vagyok vele, hogy mind a két csapat megérdemli a Európa Ligát, és remélem, hogy így is lesz. Na, úgyhogy engedlek, mert közben elerett itt az eső. Egyelőre ennyit a meccs előtt, majd folytatjuk az értékelést. Köszönöm, Kornél, és jobbulát! Köszönöm szépen, viszont!